Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 20-áig. Itt látható, hogy tervezel egy új kezdetet. Megvan a könnyűség, de azért vigyázz a tetteknél, hogy milyen lépéseket kell, hogy tégy, mert ez oda vezethet, hogy könnyelmű vagy, és elveszíted a talajt a lábad alól, lezuhansz a mélybe. Akkor is, ha megvan ez a kívánság, hogy legyen siker vagy elismerés, állj meg egy pillanatra, figyelj oda erre az arany érmére. Ez jelentheti az anyagiakat, a munkát, de a belső értékeket is, hogy mi vagy ki értékes számodra, milyen irányba kellene tekinteni. Itt látható ezen a képen, hogy a kettes szám segít abban, hogy kialakuljon egy tartós párkapcsolat, vagy legyen egy fontos szerződés, de ne siessd el a dolgokat, inkább hallgass az intuíciódra, hiszen kezdetben minden olyan húzavona, és nem tudod, hogy melyik irány lenne jó számodra, különösen, ami az anyagiakat és a munkát illeti. Itt lesznek döntések, lesznek változások, ami fontos, hallgass a belső hangodra, és legyen meg ez a belső egyensúly, ami itt még nem látható. Bízz abban, hogy szerencséd lesz, hiszen minden úgy alakul, ahogy itt a csillagképekben megvan írva. Ez a kártya jelenthet egy spirituális területet is. Hamarosan fontos döntéseket fogsz hozni, de először figyelj oda arra, hogy mi hogyan alakul. Hiszen itt valaki közeledik hozzád, lehet, hogy ezáltal megváltozik a helyzet. Amire még oda kellene figyelni, hogy a munkahelyen nagyon jól dolgozol, mesterien. Mások figyelnek téged, de nem kapod meg az elismerést, inkább úgy bánnak veled, mintha te lennél itt egy diák, akinek még tanulnia kell. De nem vagy az, hiszen itt látható, hogy mennyire jól dolgozol. És foglald el a helyedet az életben, mint ez a királynő, és mint ez a királynő erre utal. Itt döntésekről van szó, itt pedig bátorságról van szó. Mutasd ki a tehetségedet. De mivel nem bízol magadban, itt vannak korlátozások, de a halál kártyája lezárja ezeket az érzelmeket, és akkor lesz itt egy új kezdet. Uralkodni fogsz a helyzeten, de ne hagyd azt, hogy mások uralkodjanak feletted, hanem vedd kezedbe a dolgokat, itt kinyílik egy kapu számodra, itt lesznek új lehetőségek, egy új kezdet, mindkét kártya erre utal, fontos döntések, itt tisztázódik valami, odafigyelsz erre a botra, ami utal a tűz elemére, az jelenti a te bátorságodat, a kihívások ellen is, jelentett egy új kezdetet is, ami lelkesít téged. De ahogy itt látható, ne légy könnyelmű, ne siessd el a dolgokat, várj egy pillanatra, hiszen itt szünetre van szükség, vagy arra, hogy kipihend magadat. És figyeld az eseményeket, mert valaki közeledik hozzád, és ezáltal változik a helyzet, és lesz egy új irány. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!